politikai gondolkodó, főszerkesztő, író, illetve a frissen megjelent az Orbán Szabály című könyv szerzője, G. Fodor Gábor. Ma este a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában a Mi vagyunk a magyarokban. Tényleg annyira friss a könyv, hogy szinte ropogós, amihez ezúton is gratulálok, Gábor. Köszönöm szépen. Orbán Szabály. Nagyon olcsó kérdés lenne először feltenni azt, hogy mi az Orbán Szabály. Ezért nem is teszem meg, mert akkor ezek alapján meg sem kéne vásárolni a könyvet, ha itt elmondanád, és akkor lecsökkentenénk a keresletet a könyvre. Engem az érdekelne, hogy a te életedben mi az Orbán Szabály? Maga a könyvnek mi a jelentősége, vagy magának a parancsolatnak, mint Orbán Szabálynak mi a jelentősége? Akár mindkettő kérdésre, vagy mindkettő felvetésre válaszolhatsz. Azt mondtad nekem, amikor felhívtál telefonon, hogy ez egy portréműsor. Ha meg én válaszolnék erre a kérdésre rögtön az elején, akkor befejezhetnénk 3 perc után. Nézzük meg, hogy mi jön ki ebből, és akkor kialakul-e valami szabály belőle, ami az én életemre nézve iránymutató lehet. Milyen érzés volt megírni ezt a könyvet? Tehát itt arra gondolok, hogy Szárasztó. Azért Orbán Viktorról egy könyvet írni, az ő munkásságát elemezni, és ez egy hosszú könyv, tehát egy érezhetően nagy munka volt benne. Milyen volt? Kellett hozzá bátorság? Milyen volt részese lenni? Hát van egy történet ennek a könyvnek. Röviden én nem akartam könyvet írni. Az, ahhoz képest jól sikerült. Kaptam egy megtisztelő felkérést Schmidt Máriától és a 21. század intézettől, hogy mi lenne, ha születne egy ilyen könyv, és Schmidt Mária azt gondolta, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy megírjak egy olyan könyvet, ami áttekinti ennek a 10 évnek a mozgatórugóit, logikáját, feltárja az összefüggéseit. Én nem gondoltam, hogy alkalmas vagyok erre, tehát elsősorban a kételyek szaporodtak, de foglalkoztatott a probléma és a kihívás. És végül is, hát én úgy működök, hogyha belevágok valamibe, akkor megpróbálok ezerrel ott lenni, tehát gondolkozni rajta, és végül is azt hiszem, hogy találtam egy vezérfonalat ahhoz, hogy hogy lehet elmesélni azt a 10 évet, amely mindannyiunk számára hát sorsfordító, meg testtartásfordító is, ha úgy nézzük. Mert tényleg egy olyan helyzetből verekedte ki magát az ország, ahol a magyarokra lesajnálva néztek, eltelt 10 év, és ott találjuk magunkat, hogy a magyaroknak szava van az európai politika alakításában. És ez mindent érint, tehát az egyéni életekre nézve is, hogy 10 évvel ezelőtt egy ilyen magába forduló, önbizalomhiányos, kételyekkel teli hétköznapi életből egy olyan életbe fordulhatunk át, ahol nem szégyen arra tekinteni, hogy esetleg erősek vagyunk, meg van önbizalmunk, meg képesek vagyunk feladatokat elvállalni és megoldani, és előrefelé tekinteni. Úgyhogy kérdezted, hogy mi az Orbán Szabály az én életemben, akkor első megközelítésben az a válaszom, hogyha ez egy portréműsor, hogy én sokáig abban gondolkodtam, hogy lehet hátránygazdálkodásból élni. Mert hogy én vidékről jövök, relatíve egy kis településről, és mindig azt éreztem, hogy hátrányban vagyok valamihez képest. Mindig be kell hoznom valamilyen hátrányt. És hogy lehet ezt átfordítani egy előnygazdálkodással, hogy hát csak van valami, amiben jó vagyok, ahogy látom a dolgokat, vagy amit teljesítek, és hogy amiben előnyöm van, abban nem tudnak utolérni. És ez egy magabiztosság kérdés. Tehát, hogy meg kell fordítani az előjeleket egész egyszerűen. Másképp kell állni a dolgokhoz, és el kell hinni, hogy sikerülhet. Ez egy Orbán Szabály lehet. Ahhoz egyébként, hogy vedd a bátorságot egy ilyen könyv megírásához, kell ismerni Orbán Viktort akár személyesen? Szerintem a bátorság meg a merészség azok helytálló kifejezések egy ilyen könyv esetében, mert hát a főhős él. Azt tudja mondani, hogy ez az egész nem igaz. Spekuláció, hülyeség, írói képzelet, szüleménye, stb. Inkább én egy másik oldalról fognám meg, mert nem biztos, hogy az a kulcskérdés, hogy van-e egy intimitás a megvizsgált személy és a vizsgáló személy között, hanem hogy van-e olyan, hogy politikai tudás. És szerintem van olyan, hogy politikai tudás. Olyanok is vannak, akik ezt kiválóan képesek gyakorolni, ezek a politikai vezetők. És ilyen értelemben értelmes dolog a politikai tudás, mint tevékenységet, a politikai vezetők munkáját vizsgálni. És hogy van az a merészség vagy bátorság bennem, hogy remélem, hogy van ehhez szemüvegem, és tudok érvényeset mondani ezzel kapcsolatban. De a könyvvel kapcsolatban az a csapda helyzet, hogy ugye az a kérdés, hogy
mit tudok mondani, milyen érveim vannak arra vonatkozóan, hogy miért olvassák el az emberek ezt a könyvet. A főszereplő él, csinálja a maga munkáját, mindenki tudja követni, értékelik is, van, akik rajonganak érte, van, akik utálkoznak. Mi szükség van egy ilyen könyvre, és mit tud adni ez a könyv? És nem tudok olyan indokot mondani a könyvön kívül, hogy na, tessék megfogni és olvassák el, mert ebben van a kulcs, hanem abban bízom, hogy magában a könyvben vannak olyan érvek, van egy olyan gondolatmenet, vagy egy olyan lehetősége a megértésnek, hogy szerintem az elmúlt 10 év értelmezhető egy új korszakként, én ezt Orbán korszaknak nevezem. Ennek a központi szereplője maga a magyar miniszterelnök, akinek a politikai tudása, a képessége révén végrehajtott egy fordulatot a magyarok életében, és van egy összefüggő gondolatmenet, vagy egy logika inkább, ami kimutatható, vagy feltérképezhető, és ennek megértésére vállalkozik ez a könyv. Jelen pillanatban még olvasom a könyvet, nem értem a végére, hisz nemrég kaptam meg, igen. Hogy mondtad, hogy miért érdemes elolvasni a könyvet. Ami az könyv olvasása közben nekem egyből szembetűnő volt, hogy úgy ismerem meg Orbán Viktort, vagyis pontosabban a te szemüvegeden keresztül, nem létező szemüvegeden, vagy nem, néha szoktál, már van olyan, hogy van. Öregszem. Igen, igen, tehát a te szemüvegeden keresztül ismerem meg Orbán Viktort. És aki ismer téged, nem kell személyesen a munkásságodat, az írásaidat, annak ez egy izgalmas intellektuális kirándulás. Mert Orbán Viktor gondolkodását olvasom, látom, de rajtad keresztül, amitől egy ilyen duplán izgalmas a történet. Hát örülök, ha így látod. Sokáig hezitáltam azon is, hogy például ezt a meghívást elfogadjam-e, mert hogy a portré műsor is olyan, hogy érdekesnek kell lenni hozzá. Most én ezt magammal kapcsolatban nem tapasztalom. Tehát nem tartod magad érdekesnek? Hát teljesen hétköznapi életet élek. Van tőlem magasabb és alacsonyabb is, okosabb, meg erősebb is, meg vannak gyengébbek, meg kevésbé okosak is. Tehát nem tudom, hogy mi olyan különleges, vagy megfigyelésre méltó bennem, ha csak nem, amiről te beszélsz, hogy mindenkinek van egy szemüvege, amivel ránéz a dolgokra. És hogy én vallom azt, hogy mindenki olyan könyvet tud írni, amilyet tud. Olyat ír, amilyet tud. Én ilyet tudok, azért, mert ilyen szemüvegem van hozzá. És lehet, hogy ez a szemüveg lehet érdekes, ahogy ránézünk a dolgokra. Nem G. Fodor Gábor, hanem egy perspektívából szemügyre venni a dolgokat. Ha ez érdekes, akkor a könyv sikeres. Viszont én gyűjtöttem is a könyvből egy idézetet, felolvasni, mert megtanulni még nem volt időm. A szavakról fog szólni, és azoknak az erejéről. Mert vannak szavak, amelyeket agyon használtak, éppen ezért alig jelentenek már bármit. Nekünk kell új jelentést adni nekik. Demokrácia, szabadság, nemzet. Mert vannak szavak, melyek kikoptak a köznyelvből, pedig nélkülük nem állnánk ma itt. Elhivatottság, kötelesség, dicsőség, helytállás, becsület, nagyság, harc, odaadás, rang, rend, szilárdság. A szavaknak milyen ereje van valójában? Szerintem minden erő a szavakból jön. Tehát a szavak teremtenek, a megnevezés által is. Tehát szerintem a politika művészetének jelentős része abból áll, hogy képes vagyok-e megnevezni a dolgokat, ezáltal uralmam alá hajtani, és azt a megnevezést, amit adok a dolgokra, ezt általánossá tenni a követőim között. Ez egy nagyon nagy munka, lebecsülik, általában az értelmiségiek becsülik le ezt a munkát, mert ők hosszan beszélnek, meg szeretnének összetett dolgokat látni, a politika meg mindig leegyszerűsít. Meg akarja nevezni a dolgokat, és olyan jelentést akar nekik adni, ami a lényeget fejezi ki. És szerintem például az elmúlt 10 év ebben is, hogy mondjam, óriási politikai teljesítményt mutat, a dolgok megnevezésében és uralom aláhajtásában. Én azt gondolom, hogy egy világos politikai nyelv jött létre, amit ráadásul az emberek beszélnek. Mindenki tudja, mi az a rezsicsökkentés, kik azok a illegális bevándorlók, mit kell tudni a nemzeti érdekről, mit jelent, hogyan lehet erősebbé tenni Magyarországot. És ezek végül is fantasztikus dolgok, hogy a politika kérdései leszűrődnek az emberek nyelvébe, és foglalkoztatják őket. Ez nem volt mindig így, hát
te fiatalabb vagy, mint én, de például a szocializmusban az egész szocialista hatalompolitika, meg politikai nyelv arról szólt, hogy emberek ne foglalkozzanak a politikával. Nem tartozik rájuk, mindenki foglalkozzon a kertjével, meg menjen a Balatonra, meg üljön be a Trabantjába. A politikát majd csinálják a kiválasztottak, és a nyelv is ehhez illeszkedett. Tehát a politika nyelvét azt nem beszélhették az emberek, erre jöttek létre a szakértők, akik értelmezték ezt az emberektől elválasztott nyelvet. Az volt a lényeg, hogy az emberek ne keveredjenek bele olyan dolgokba, amiből baj van. És szerintem ezzel a technokrata nyelvvel, politika felfogással, világképpel is szakított az Orbán vezette Fidesz. Érdekes a következő kérdésem akkor ennek kapcsán is. Ugye úgy mutattalak be, hogy politikai gondolkodó. Inkább tartod magad politikai gondolkodónak, mint elemzőnek? Egyáltalán létezik még olyan szakma szerinted, hogy politikai elemző? Hát nehéz kérdéseket teszel fel, mert azt mondtad az elején, hogy ez egy identitás erősítő műsor, meg identitás gyengítő válaszokat adok itt, mert nem biztos, hogy ez a legfontosabb, hogy én minek tartom magam, vagy milyen skatujába próbálom elhelyezni azt, amit én csinálok. Zavarban vagyok ezzel kapcsolatban, mert nem biztos, hogy ezek iránymutatóak, ezek a kategóriák. Tehát például a politikai jellemző, mint kifejezés, szerintem fogalomtörténetileg a 2000-es évek elejére datálható, akkor voltak nagy politikai jellemzők, például Gírószász András és Török Gábor vitája a tévében, ők politikai jellemzők voltak. Előtte voltak a reformközgazdászok, például Lengyel László, amikor szürke kardigánba beült a tévébe, és elmagyarázta, hogy mit nem kell gondolni a politikáról. Most meg ennek a, hogy mondjam, életkori rátája kicsit lejjebb tolódott. Most nagyon fiatalok is politikai jellemzők, szépen felöltöznek, és el tudják mondani, hogy mit kell gondolni a politikáról, de nem tudom, hogy közelebb jutunk-e a politika lényegéhez. Én a politikát egy csodálatos dolognak tartom, egy nagyon nehéz dolognak, hajlamosak az emberek ezt lebecsülni, vagy piszkos dolognak tartják, ugye a politika piszkos kezekről szól, vagy pedig azt gondolják például az értelmiségiek, hogy a politika az mindig ilyen szemfényvesztés, meg hazugság, meg stb. Szerintem a politika az egyik legnehezebb tevékenységforma, akár a nyelv használata miatt is, hogy hogy jussunk el ahhoz, hogy mit jelent az, hogy illegális bevándorló, aki törvénytelenül lépi át a határt, és ezt következetesen alkalmazzam, és tudjam, hogy mi történik. Akár azért, mert szituatív, tehát ez nem egy olyan tudás, amit meg lehet tanulni az egyetemen, hanem működtetni kell a gyakorlatban, akár azért, mert előre kell látni. A foci hasonlat, ugye nem neked rúgom a labdát, hanem oda, ahova futni fogsz. Tehát kell egy előrefelé gondolkodás, és mivel szituatív, meg előrefelé gondolkodom, és mindig van ellenfél, azt is fel kell mérni, hogy mit gondol az ellenfél. Ez egy, vagy mit gondolhat, mit akar tenni. Ez egy roppant nehéz tevékenységforma. Valamikor a 2000-es években egy szociológus tollából megjelent, hogy ne gondolja azt se Orbán, se Gyurcsány, hogy ne lenne 10 másik, aki a helyébe léphet. Én azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű ez az egész történet, hogy bárki alkalmas arra, hogy politikus legyen, meg politikai vezető, tevékenykedjen. Ha már foci Sixon nőttél fel, jó focista voltál gyerekkorodban, a mai napig is üzöd ezt a sportot. A foci mellett azért én kíváncsi vagyok, hogy milyen volt a gyermekkorod? Hát érdekes ez a dolog, mert mindig visszafelé konstruálja meg az ember, hogy milyen volt. Ugye alig van emlékünk a gyerekkorunkról, ez inkább egy pszichológiai probléma, hogy talán 4 és 7 éves kor között felejtél az ember, hogy mi történt azelőtt. Kevés emlékem van erről, mégpedig azért, mert olyan, mintha ez nem lenne már fontos. Tehát, hogy mai nekem... életedben már nem annyira fontos, igen. Hogy milyen volt a gyermekkorod? Igen, igen. Tehát én úgy érzem inkább, hogy az a kérdés, hogy mikor válsz felnőtté. Tehát, hogy a gyerekkori emlékeket lehet dédelgetni, lehet rá nosztalgikusan visszatekinteni, de szerintem a döntő élethelyzet az, hogy mikor és miért válsz felnőtté. És mi történik akkor? Most én nem szoktam erről beszélni, de itt elmondom szívesen, hogy az én élethelyzetemben ez az volt, hogy igazából 18 éves voltam, amikor édesanyám meg édesapám meghalt. Néhány hónap különbséggel, és akkor fel kellett nőni. És ez engem elgondolkodtatott egy pár kérdésről. Például, hogy mit jelent az örökség. Mert hogy
tovább viszed az örökséget, amit a szülők rád hagytak, vagy kezdesz valamit az életeddel. És ez a helyzet engem szembefordított például az akkori rokonsággal, vagy családdal, akik azt várták el, hogy védjen meg a családi örökséget. Tehát maradjak ott, szikszón, abban a családi házban, amit az apám épített, és nem tudom, meg kell védeni. És akkor én sokat gondolkoztam az ember, 18 éves voltam, és akkor jelentkeztem egyetemre. És hát nem jött ki a matek, ugye, hogy miből él az ember, és sokat gondolkoztam azon, hogy mit kaptam én örökségként. Hogy az örökség az az, hogy falak, téglák, ezt kell megőrizni, vagy pedig valami más, és azt gondolom, hogy ez egy iránymutatás lehet az én életem szempontjából is, hogy az örökség nekem arról szólt, hogy arra tanítottak engem a szüleim, hogy többre vigyem, mint ők. És ez nem falak, nem instrumentum, nem valamihez ragaszkodás, hanem hogy tudom többre vinni. És akkor én ezt az élethelyzetet úgy döntöttem el, hogy én tanulni fogok, és egyetemre megyek, és végül is én azt az utat választottam, nem biztos, hogy ez kifizetődő, ma egyáltalán nem biztos, hogy a fiataloknak ezt ajánlanám, hogy tanuljanak. Tehát, hogy az egyetem, tanulás és tudás által boldogulni, többre vinni, mint a szüleim. És ez nem biztos, hogy egy hasznos út, de maga a gondolat, hogy mit jelent az örökség, az nekem sokat jelent. És ez az a pillanat, vagy ez az élethelyzet, amikor tulajdonképpen az ember újjászületik. Amikor egy csomó kérdés átfordul, és nem egy védettségben vetett fel ezeket a kérdéseket, hogy mit jelent gyermeknek lenni, hanem hogy elkezdődik a felnőtt világ. És hogy szerintem az a probléma ma, és akkor ez egy generáció kritika is, ha lehet ilyet megfogalmazni, hogy későn nőnek fel az emberek. És szerintem például a politika ott kezdődik, ahol felnőttek vannak jelen az életben. Vagy az életed, a felnőtt életed ott kezdődik, hogy felnőttként vagy képes viselkedni, felelősséget vállalni, döntéseket hozni, és ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy ez egy meló. És nem lehet úgy megtanulni, hogy nem szerzel negatív tapasztalatokat, nem esel el, stb. Stb. Ezért nekem a második ilyen Orbán szabály, ha lehet ezt mondani, bár szó szerint ez így nincs benne talán a könyvben, hogy nem lehet és nem érdemes a Földön maradni. Tehát, hogy az emberi élet az olyan, hogy úgy is elesel, de az a kérdés, mi történik utána. És hogy szerintem az a helyzet, az követeli meg az élet parancsa, hogy mindig fel kell állni. És ezért szerintem én abban vagyok jó, hogy újra tudom strukturálni a dolgokat. Említetted, hogy 18 évesen megárvultál, a szüleid nem látták a sikereidet, büszkék lennének a mai sikereidre? Hát ezt nem tudom. Tehát, hogy az a örökség fogalom, hogy többre vinni, mint a szüleid, az oké, okay, és ezt majd megítéli, nem tudom, hogy ki ítéli meg. Én még nem tudom megítélni, hogy többre vittem-e, mert hogy ez nem anyagi kérdés, mondtam, hogy átlagos életet élek, nem előmeneteli kérdés, vagy nem pozíció kérdés, hogy kell engem bemutatni, hanem sok mindennek a kérdése, és politikai filozófusként mutattál be, vagy valami ilyesmi. Politikai gondolkodó. Politikai gondolkodóként, hát igen. Tehát, hogy az élet egyébként nagyon érdekes, mert hogy a pátosz nem viszi le a szemetet. Tehát el kell végezni a munkát, ki kell takarítani, meg kell főzni, de hogy szükség van néha költészetre is, meg át kell gondolni az élet értelmét, és ezért maga az élet megítélése is egy összetett folyamat, hogy előrébb tartok el, meg büszkék lennének-e rám, ezt nem tudom. Inkább igyekszem úgy élni, hogy van igazolása a cselekedeteimnek, tehát hogy meg tud állni egy morális törvénykönyv előtt az, amit tettem, vagy ahogy viselkedek. Az, hogy a szikszói kisrácból ma GFG lett, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy embernek? Milyen tulajdonságokkal rendelkezel te, hogy ezt a hát keménynek mondható utat végigjárod? Hát jártad? Fogalmam sincs, tehát hogy... Még nem analizáltad magadat ebből a szempontból. Igen, nem szoktam magam élve boncolni, tehát mint minden halandó, hozok jó meg rossz döntéseket. Persze szokták azt mondani, hogy öntörvényűen járok el, ki nem jár el öntörvényűen. Van egy moralitás kódexen belül, hogy mit tartok helyesnek, mit tartok helytelennek. Az biztos, hogy nem vagyok könnyű ember.
Ezért mondják, rólad azt, hogy megosztó vagy? És ezt akár munkatársaid, akár akik csak kívülről néznek, sokan gondolják ezt rólad. Ez is egy nehéz kérdés, mert ha elfogadom a kérdésfeltevésedet, akkor már belemegyek abba a játékba, hogy érdekes vagyok. Mert hogy hát aki megosztó... Gábor, megnyugtatlak, ha nem lennél érdekes, nem lennél itt. Hát, nem tudom, ez ellen is tudnék érvelni. De nem kell minden ervenél érvelni, ez fogadd el. Ez fogadd el. Identitást erősítesz, én egy gyengített. Igen. Nem tudom, hát azért, hogy mondjam, emberekkel dolgozni együtt, tök mindegy, hogy hol. Legyen az egy élelmiszerbolt, legyen az egy szokványos munkahely, vagy a politika, vagy annak a közelében lenni. Emberekkel együtt mozdulni, az mindig egy olyan helyzet, amikor hát felmerülnek morális dilemmák. Bajtársiasság, ki van velem, ki ellenem, követési hajlandóság, elnyerése vagy biztosítása, együtt tudod-e tartani az embereket, vagy nem, csalódnak-e benned, vagy bíznak benned, és ezek ilyen hullámok. Tehát, hogy ez egy természetes dolog, inkább amit mondtam korábban, az a kérdés, hogy meg tudsz-e állni önmagad előtt? Van-e igazolása a cselekedeteidnek? Mert hogy mindenki más előtt nem tudod igazolni, hogy ha ne rólam beszéljünk. Így, talán a ma reggeli rádióinterjúban hangzott el az, hogy Magyarország olyan döntéseket hoz, amelyekre nem kért és kapott engedélyt senkitől. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar döntéseknek van egy igazolása, függetlenül attól, hogy másoknak nem tetszik. Tehát ha mindig azt nézzük, hogy tetszhetünk másoknak, meg hogy mások elfogadják, amit mi teszünk, akkor nem fogunk jutni szerintem semmire. Mert egész egyszerűen ki kell állni magunkért, és ez nem megy konfliktusok nélkül. Ezért működik szerintem az orbáni politika, mert az emberi élet is ilyen. Hogy lehet megalkudni, meg kompromisszumokat kötni, de akkor nem állsz ki magadért. Akkor mások fognak dönteni helyetted, hol van az önbecsülésed, mi történik a munkád értékével, hogy fogsz előre jutni, ha másoktól függsz. És ezért egy nagyon roppant egyszerű dolog szerintem az Orbán féle politika, ezeket az erkölcsi kérdéseket működteti a magyar nemzet sors kérdéseivel kapcsolatban. Hogy most lecsatlakozzunk egyik nagyhatalomhoz, vagy másik nagyhatalomhoz, vagy próbáljunk saját lábon forgó külpolitikát csinálni. És ezek olyan kérdések, amelyek szerintem az önbecsülést karcolják, érintik, ami a legfontosabb dolog. Szerintem az önbecsülés az egyetlen dolog, amit nem lehet elvenni az embertől. Innen folytatjuk a beszélgetést, most elmegyünk egy gyors reklámra. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk, Géfodor Gábor, a Melesti vendégem. Ott fejeztük be a beszélgetést, hogy megosztó vagy, és hoztam ismét Mármint, egy... Mármint, hogy ezt te mondtad. Hogy én mondom rólad, hogy megosztó vagy, meg hát a tapasztalatok azért ezt mutatják, és ezzel kapcsolatban még hoztam egy mondást, idézetet, amelyet hát egyfajta, ahogy ismerlek, azért hitvallásként követsz, a langyosokat kiköpi az Isten. Ez a mondás, bocsánat, csak még annyi, hogy ez a mondás már magában azért valamiféle feszültséget jelent. Nem gondolod így? Hát meg kéne cáfolni annak, aki az ellenkezőjét akarja bizonyítani. Szerintem nem lehet előingazdálkodást folytatni anélkül, hogy ne légy megosztó, vagy ne tegyél állítást a világról, vagy ne akarj valamit. Én azt gondolom, hogy persze, aki akar, és én akarok, mert ki akar hátradőlni a fotelben, én nem akarok hátradőlni a fotelben, az mindig konfliktusokba fog keveredni. De ez az élet természetes része. És a konfliktusokat meg kell vívni, azok nem feltétlenül rosszak. Vannak rossz konfliktusok, amelyek ártanak nekünk, de vannak jó konfliktusok is, amelyek építenek minket. De ehhez mondani kell valamit a világról, meg akarni kell. Szerintem mondani valamit a világról, meg akarni, az nem rossz dolog. És akkor már rögtön ott találod magad egy körben, hogy mások meg mást akarnak mondani a világról, meg mást akarnak elérni, és akkor ez konfliktus lesz. Akkor ha van dolog, amitől félsz az életedben, az az, hogy langyos lennél? Amitől félek az életemben, az az, hogy mondjuk egyszer úgy ébredek fel, hogy nem jut eszembe semmi. Tehát a gondolathiány. Szerintem ha gondolat van, akkor minden van. Mert a gondolat az olyan, mint egy kreatív erő, hogy utat tör,
az életben, meg a valóságban. És tényleg attól félek, hogy egyszer felkelek, és nem lesz gondolat. És akkor az baj. Mert akkor mivel török utat? Szóval a gondolat az olyan, mint egy faltörőkos. És persze, akinek gondolata van, az azt is jelenti, hogy akar valamit a világtól, meg állít valamit a világról, és akkor már nem langyos. Úgyhogy ezek összefüggnek. Vannak olyan témák, tudod jól, amiket nem lehet megkerülni, és ha már a konfliktusoknál, vagy a megosztó személyiségednél, amit én mondok, tartunk, akkor egy ilyen portréműsorban mindenképp beszélni kell arról az ominózus 2015-ös Magyar Narancs interjúról, amikor ugye, már beszéltél erről sokszor, de ugye az egy ilyen szerencsétlenül, vagy majd javíts ki, hogyha nem így van, de úgy olvasóként úgy tűnt az embernek, hogy egy ilyen kicsit szerencsétlenül megfogalmazott válasz volt, amiben arról beszéltél, hogy a polgári Magyarország egy termék, tehát semmiképp nem egy idea, vagy egy társadalmi berendezkedés, hanem egy politikai termék. Hibáztál? Hát itt rendre visszatérően el kell mondani, akkor akárhányszor szóba kerül, hogy hibáztam, vagy mi a vétkem, vagy mi a bűnöm. Nem. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy nem ezt akartam. Ahon itt kiindultunk, hogy a szavaknak súlya van. Súlya van a politikában, és te azt mondtad, ez egy identitás erősítő műsor, és az, hogy a polgári Magyarország az micsoda, az egy identitás. Az egy nagyon komoly identitás, és nem lehet ennek az identitásnak neki menni és megtagadni, anélkül, hogy a közösségnek az egysége ne kerülne veszélybe, vagy az ember ne vonna magára átkokat. És például a politikában akkor egy újabb Orbán szabály, hogy az identitás kérdések nagyon fontosak. Kik vagyunk mi, mit akarunk, hova akarunk eljutni. És az azért volt egy szerencsétlen mondat, mert lehetőséget adott a félreértelmezésre, egy olyan olvasatra, hogy G. Fodor neki ment a jobb oldal identitás kérdéseinek. Szerintem nem erről szólt az ügy, hanem arról, hogy hogy lehet megújítani a küldetést, hogy megérkeztünk-e már, mi a cél, és hogy jutunk el odáig, de hát a szavaknak súlya és felelőssége is van, aki kimond mondatokat, vállalni kell értük a felelősséget, még akkor is, hogyha azt a jelentést tulajdonítják neki, ami nem volt szándékolt, úgyhogy én vállalom ezért a felelősséget, nem bújtam el soha a mondataim értelmezése alól, meg a felelősség vállalása alól, de itt vagyok, itt tudok. És ez a legtöbb egyébként, amit erről az egész ügyről el lehet mondani. Hogy lehet valaki gyakorlatias a politikában úgy, hogy azért a politikáról, hogyha akár tényleg csak a hétköznapi ember gondolkodik, vagy tekint rá, akkor tényleg a tökéletes misztikum az, ami a politika. Miközben te azért sokszor elmondod, hogy a politika az alapvetően egy gyakorlatias műfaj. Hát igen, mondjuk itt van ez a könyv. Tehát az ember leül, megír egy könyvet, vannak benne gondolatai, de ezeket kihúzhatja, átírhatja, gondolhat mást, akár az egészet kidobhatja a kukába, de a politika az nem ilyen. Tehát ott dönteni kell. Tehát a politika eredménye végül is valamilyen döntés, és ezeket mindig meg kell hozni előrefelé gondolkodva, de a döntések eredménye már látszik. Persze vissza lehet vonni döntéseket, de akkor is ott van az eredmény, ott van a magyarázatkényszer, ott van az, hogy megítélnek téged. És egész egyszerűen, szerintem roppant egyszerű, a politika cselekvésről szól. Ezért olyan embereknek nem való, akik nem akarják vállalni a felelősséget a döntéseikért, meg nem akarnak cselekedni. Tehát a langyosok ne menjenek a politikába. Pont ezt akartam mondani, hogy a langyosokat kiköpi az Isten, hát akkor igen. Ezen elv alapján. Egyébként neked mit jelent a politika? Hát ez egy érdekes dolog, mert beszéljünk a fociról. Igen, tehát ez olyan kérdés, nem? Egyébként igen, most én is így... Mit jelent a foci? Igen. Szerintem a foci tényleg a legcsodálatosabb játék, mert egész egyszerűen szenvedély van benne, és azt hiszem a La Ligának, amit te is szeretsz, és sajnos olyan csapatnak szurkolsz, amivel én nem tudok azonosulni, de mindegy. Ilyenek szóval... ezek a barszások. Igen. Szóval, hogy mi is a mottója, hogy ez már a 90. széria, és mindig tartogat izgalmakat. És igen, hát a foci az egy jelen idejű dolog. Akkor ott történik valami, előre kiszámíthatatlan, minden meccs más és más, és mégis fogva tartja a szenvedélyt, a testet, a lelket. Valahogy így van ez a politikával is. Tehát én nem tudok undorral nézni a politikára, mert nem tudok helyette pót eszközt mondani. Tehát, hogy foci helyett nem fogok mondjuk dartsot nézni, vagy ritmikus sportgimnasztikát, mert nem hiszem, hogy pótolná az én felfogásomban.
és a politika helyett se tudok mást, tehát amikor jöttek mások, mondjuk jöttek a szakértők, akkor nem jött belőle ki jobb eredménybe, de amikor jöttek a civilek, és szembe találták magukat politikai dilemmákkal, emlékszem én ilyen kísérletekre az ellenzéki oldalon, akkor rájöttek, hogy hát ez nem is olyan egyszerű műfaj, úgyhogy inkább visszamennek a civil világba. Ugyanolyan, mint a foci, hogy kívülről hát, könnyű okosnak hát, lenni. Meg kívülről mindig tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, de amikor ott vagyok, és akár csak közeledik a labda, akkor azzal valamit tenni kellene. Úgyhogy szerintem a politika egy fantasztikus dolog, lehet, hogy ez egy ilyen, akkor ez egy perverz műsor, majd este 11 után adjátok 18-as karikával. 18-as karikával. Én mindig találok benne olyan elemet, ami ilyen, hát ilyen elképeszt, elgondolkodtat. De nekem a politika egyébként bevezetés az emberi természet tanulmányozásába. És akkor már ott is vagyunk, hogy kik vagyunk mi emberek, hogy viselkedünk, hogy élünk a Földön, hogy teremtünk közösségeket, hogy romboljuk le őket, hogy akarunk küzdeni az ideájainkért, és hát mit jelent a bajtársiasság meg az árulás. Egyébként érdekes a te életutatban, hisz a tudomány oldaláról érkeztél a politikába. Amikor ez megtörtént, akkor az a tudományos kör mondjuk nem mondott rád kígyót, békát? De, mármint, hogy finomabban fogalmaztak, tehát amíg tudománnyal foglalkoztam, addig tehetséges voltam. Hát az akkor ez egy tipikus életút. Igen, ebből a szempontból. Ahogy már a politika közelébe kerültem, mint egy ruhát levetettem a tehetségemet, meg elvesztettem a képességeimet. Én másképp látom, minden tiszteletem a tudósoké, de amikor én tudománnyal foglalkoztam, úgy éreztem, hogy rohamosan öregszem. Nekem az lassú. Ez a világ, amiben most vagyok, sokkal gyorsabb, sokkal inkább ingerekkel teli, arra késztet, hogy rögtön reakciókész legyek, haladjak, gondolkodjak, és egész egyszerűen úgy érzem, hogy a tudomány az egy nyelvjáték. Nem biztos, hogy közelebb visz például maradva a politika tudománynál a politika leírásához, hanem inkább az egy másik szférához tartozik. És hogy még egy érdekességet mondjak, hogy a tudományban például nagyon körülményesen kell fogalmazni. Annál jobb, mennél bonyolultabb vagy. A politika meg annál jobb, mennél egyszerűbb. Én tudok írni hosszan is, meg bonyolultan is, és beszéltem a hátránygazdálkodásról, tehát aki tudományból lép be a politikába, az egy hátránygazdálkodásban van, mert meg kell tanulnia egyszerűen fogalmazni. És itt ez nem csak azt jelenti, hogy tudsz-e mondani egy egyenes mondatot, hanem azt is jelenti, hogy aki egyenes mondatot mond, az annak van egy moralitása is. Például a tudomány nem szeret moralitásokkal foglalkozni, mert akkor rögtön jön belőle valami kellemetlen következmény. A politika meg állít valamit, az egy egyenes mondat, el kell idáig jutni, hogy jutok el idáig. Ez egy nagyon nehéz történet. Szerinted a koronavírus járvány átformálta a politikáról való gondolkodást? Tehát itt most konkrétan arra gondolok, hogy jelen pillanatban olyan időket élünk, hogy mondjuk a kormányzat nem tud olyan döntést hozni, amely mondjuk minden embernek jó. És régen is így volt, tehát ez nem egy új keletű dolog, de valahogy én úgy érzem, legalábbis itt tapasztalva beszélve emberekkel, hogy ez annyira felerősödött, hogy mintha teljesen új helyzet teremtődött volna. Van ebben valami? Megpróbálok 4-5 mondatban valami érthető magyarázatot adni erre. Én úgy látom, hogy az elmúlt évtizedekben Európában inkább olyan politikai gyakorlat vált uralkodóvá, ahol bürokraták kormányoztak. Ez azt jelenti, hogy nincsenek politikai problémák, azokat kitessékeljük a világunkból, és a kormány feladatai azok ilyen ügyintézések. A döntések meg nem hozatala által, vagy ügyek intézése az ügyek nem intézése által. És jött a pandémia, vagy jött a migráció, vagy jött a gazdasági válság, és akkor hirtelen ez a kiüresített politika impotensé vált. Nem tudott gyors döntéseket hozni, nem tudta megvédeni az állampolgárokat, ideológiai kérdésekkel foglalkozott ahelyett, hogy mondjuk most a pandémia idején az emberi életet védené, vagy megvédené Európát a migránsoktól. És akkor itt van Orbán, mint erős politikai vezető, aki hallgat az emberekre. És ez mindent megmagyaráz abból, hogy miért fordulnak annyira indulattal egy ilyen ember és az általa képviselt politikával szemben Európában. Európában ott vannak a bürokraták, akik leginkább az erős politikai vezetőktől félnek, az embereket meg utálják, vagy
tartanak tőlük, mert hát bizonytalan, Isten tudja, mit akarnak. A legrosszabb konstrukció meg az, hogy van egy erős politikai vezető, aki meghallgatja az embereket. Ezért okádnak füstöt Orbánra. Na és szerintem ez a lényege a gazdasági válságnak, a migrációnak, meg a pandémiának is, hogy újra előtérbe kerülnek azok az erős politikai vezetők, akik az embereket maguk mögött tudva gyorsan tudnak döntéseket hozni a saját politikai közösségük érdekében. És ez újra azt jelenti, ha a tudomány jelén fogalmaznék, hogy a politikatudománynak megint el kell kezdeni foglalkozni a politikai vezetés kérdésével. Érdekes, amit mondasz. A 888 főszerkesztője vagy úgy, hogy nem vagy újságíró. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Hát itt megint ilyen, te ilyen identitás kérdésekbe vagy, úgy látszik, bele szerelmesedve, hát vagy politikai gondolkodó, vagy újságíró, vagy ez meg az. Nem tudom, nekem ez egy olyan vita, amit nehéz kinyitni itt, mert én a 888-ra úgy tekintek, hogy az a nyelvvel bánik, ahogy így beszéltünk az előzőekben róla. Tehát a politika alapegysége, vagy a politikáról való beszéd alapegysége a egyenes mondatok, meg azok a szavak, ameddig eljutottunk a dolgok megnevezése által. Ezért szerintem a 888 is egy kísérlet arra, hogy a politikai nyelv alapelemeiből építkezve leírjuk azt, hogy mi történik a politikában. Nem tudom, hogy ez újságírásnak számít. Nem tudom, hogy ehhez újságírónak kell-e lenni. Engem a politika érdekel. Ilyen értelemben már több mint 5 éves a 888, persze lehetne konfliktus keresni az újságírókkal, hogy az újságírókat más kérdések foglalkoztatják, más normák hajtják őket, más szempontok uralják, de engem ezek a, hogy mondjam, disziplináris kérdések nem érdekelnek. A politika érdekel, és a 888 ezzel akar valamit kezdeni. Egyébként érdekes, mert amikor elindult a 888, mindketten részesei voltunk, azért akkoriban egy csomó kritika, támadás érte a 888-at, akár a jobboldali közösségen belülről is, akár kívülről is, és egyébként pont itt a Pesti TV-ben is egy csomószor van ilyen érzésem, hogy ilyen kritikával élnek mondjuk a szakmai hozzáértést, vagy bármifélét tekintve, miközben egyrészt a 888 is egy sikeres vállalkozás a mai napig, illetve hát a Pesti TV is jól működik, hogy ez az úttörő szerepe szerinted miért fontos? Kicsit másképp látom a dolgot, mert ez alatt az 5 év alatt, tehát 2015-ben indult a 888, és akkor sok minden miatt kiverte a biztosítékot. Nyelvhasználat, akkor a szakmán kívüliség, akkor a, nem tudom, a, hogy mondjam, azok az ügyek, amiket beemelt a közélet kérdéseibe. De ez alatt az 5 év alatt szerintem radikális változások zajlottak le a politikáról való beszédben. Arra gondolok, hogy átalakult az emberek politika fogyasztása. Ez érinti a hagyományos sajtót, érinti a televíziózást, de érinti magát az online sajtót is. Szerintem felgyorsultak a folyamatok, és ma ott tartunk, hogy egy tradicionális értelemben vett online szerkesztőség, tehát egy újság, és csupán egyik szereplő a sok ezer vagy milliárd szereplő között, akinek hangja van ma a virtuális térben. És ez egy tekintély probléma. Régen, hogyha az ember tájékozódni akart, akkor kinyitotta a printlapokat, ahol a tekintéllyel rendelkező beszélő fejek, emberek, újságírók, szakértők elmondták, hogy mit kell gondolni a világról. 5 évvel ezelőtt, Magyarországról beszélek, az online szerkesztőségeknek volt egy reneszánsza talán, hogy jönnek ezek az online fiúk, és akkor röviden, frappánsan, képi gazdag világban elmondják, hogy mit kell gondolni a világról, de most meg ott tartunk, hogy már nem is az a kérdés, hogy ki influencer, ki nem, hanem hogy mindenkinek van hangja ebben a közösségi térben, és nem magától értetődő, hogy az én hangom miért érdekesebb, fontosabb, lényegesebb, mint bárki másé. Ez egy tekintély probléma. És ott tartunk... Az újságírók elvesztették ezen analógia szerint a tekintélyüket szerinted? Hát, hogy vagy már nem olyan nagy? Finomabban is meg tudom fogalmazni, hogy mindenkinek lett szava. Igazából bárki hozzáfér potenciálisan ezekhez a felületekhez, bárki el tudja mondani a véleményét, és véleménye mindenkinek van, és én, mint fogyasztó, amikor kinyitom ezt a közösségi médiát, nem magától értetődő, hogy miért döntsek
egy intézmény, tehát egy szerkesztőség egy lap mellett, és miért ne XY, ZV, vagy egy mém, vagy egy álhír, vagy valami mellett. És szerintem ez egy szép új világ, nagyon megnehezíti az emberek tájékozódását. Ez a pandémiából is látszik, hogy nem okosabbak, bölcsebbek, meg tapasztaltabbak lettünk a koronavírussal kapcsolatos tudásban, hanem elbizonytalanított minket ez a ránk áradó rengeteg információ. És ez a politikát is beszennyezi. És ez számomra is érdekes, Amerikában is látszik már, hogy mi történik a kampányokban, de hogy ez át fogja alakítani a politikai versenyperem feltételeit is. Egész egyszerűen annyira felgyorsult a világ, annyira beszennyeződött a politikai tér ezzel az új világgal, hogy szerintem ez át fogja alakítani a politika eszköztárát. Csak egy példát mondok, ugye jött Trump, és akkor Twitter üzenetekbe kommunikál. Ha valaki meg elkezdi tanulmányozni a magyar politikai gondolkodás történetet, Széchenyi meg Kossuth vitája, ide raknám a könyveket. A nyelv problémája, megint ott tartunk, hogy lehet két mondatba kifejezni valamit, amit a világról állítok, és ez elnyerje a követők támogatását, tudjon különbözni a másik fél álláspontjától. Ez egy komoly kihívás a politika világának is. Egy másik mondás, vagy szó, vagy mondat, amit szoktál használni gyakran, akár még a szerkesztőségben is sokszor előkerült ez a mondat, hogy ami nem emelkedik, az süllyed. Hát ez is olyan, mint a langyosokat kiköpi az Isten, hogy aki ennek az ellenkezőjét akarja állítani, meg kellene cáfolnia ezt a gondolatot. Ami viszonylag nehéz. Hát szerintem ez így van. Tehát, hogy igen, azt egy, tudom ez mondani. Ez egy fizikai adottság. Ez egy fizikai adottság, és ez sok minden következik belőle. Például én szeretnék olyan életet élni, és erre is törekszem az életemben, meg a szakmai pályafutásomban is, hogy előre menni. És előre menni nem szégyen, ez nem kell szégyelni, meg ezt nem szabad röstelni, hanem akarni kell, de hogy van mögötte egy dolog, amiről nem szabad elfelejtkezni, hogy ez munka nélkül nem megy. Én ezért radikálisan konzervatív vagyok, tehát csak a munkába hiszek, csak a teljesítménybe. És azt gondolom, hogy minden más olyan előrejutás, ami nem munkán vagy teljesítményen alapul, az rövid életű. De tudsz hátra dőlni? Én puritán módon élek, tehát hogy persze van kényelmes fotelem, de egyébként tehát van bennem egy nyugtalanság. És ez a nyugtalanság ez valószínűleg ezért van, mert hogy bizonyos értelemben akkor ez egy Nietzsche János felfogás, hogy az élet egy törekvés. És szerintem az az értékes élet, ami teli van törekvéssel. És hogy törekedni az egy jó dolog, tehát hogy az ambíciót azt értékelnünk kellene. De ha lehet egy bővített mondatot mondani, az olyan ambíció értékes a számomra, ami mögött munka meg teljesítmény áll. Én ezt szerint próbálok élni. Ha ez konfliktusokhoz vezet, ha ez a langyosságnak a megkérdőjelezése, ha ez az emelkedés, süllyedés problémáját veti fel, hát ez a dolgok természetéből következik. A hátradőlés alatt azért azt is értem, hogy így kicsit kikapcsolódni. Mondjuk a sport ebben szokott segíteni. Hát igen. Azt mondtad, hogy még mai napig focizok, ez nem igaz. Tehát amíg fiatal az ember, könnyebb társakat találni. Például a szabadidő menedzselése. Futottam utána a foci után sokáig, most már azt is kevesebbet futok, de azért meg kell engedni az embernek magának a kikapcsolódást. És a sport ebben sokat segít. És amúgy ki tudsz kapcsolódni teljesen? Hát most hátradőljek. Nem, az csak, hogy nem csak a kérdés úgy vonatkozik, hogy mondjuk futsz, és akkor nem politikai... A futás az nagyon jó. Ez egy ilyen meditációs. Igen, kikapcsolja az ember, de az a probléma, hogy futás közben is eszembe jutnak gondolatok, amik fontosak a munkába, tehát inkább inspiráció ez az egész. Úgyhogy persze vannak olyan élettevékenységek, amelyek kikapcsolják az embert, de hát nem tudom, hát különbözőek vagyunk. Vannak akinek ez a fontos, a hátradőlés van akinek meg nem az a fontos, és még az se következik belőle, hogy aki hátradől, az rosszabbul él, meg kevésbé jut előre, mert az élet egyenetlen, ezért nem vagyok kommunista se. Mert nem követelem azt, hogy valaki Isten, bár a kommunisták talán nem hisznek Istenbe, egyenesítse ki a világot, és teremtsen igazságos rendet, hogy akkor most aki hátradől, az miért jut előrébb. Tehát én nem akarok másokkal foglalkozni. És ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, mert hogy az emberek szeretnek hajlamosak másokkal foglalkozni. Én is volt, hogy persze, hogy érdekel, hogy mi van másokkal, de nem érdekel az érítség,
nem érdekel az, hogy más ahova jutott, az megérdemelt vagy nem megérdemelt. Éppen elég a saját dolgaimmal foglalkozni. Ez is látod egy ilyen merev dolog, hogy akkor most megosztó vagyok ezzel kapcsolatban, hogy milyen hiányzik belőlem az empátia. Ez nem így van azért, de nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál. A nézőknek pedig sok szeretettel ajánlom az Orbán Szabály című könyvet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál még egyszer. Nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet. Jövő héten ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.